Idén már 7. alkalommal nyitotta meg az őszi tárlatot a Nyíregyházi Józsa András Múzeum. Ebben az évben 18 alkotó, összesen 33 pályaművét láthatja a közönség. Az idei évben annyit változtattunk a pályázati kiírásunkon, hiszen ez egy pályázat is, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcnak igyekeztünk emléket állítani, de természetesen nem tekinthettünk el a művészi szabadságtól, éppen ezért minden egyes alkotást, amit a művészek benyújtottak erre a pályázatra, függetlenül a kiírt tematikától elfogadtunk. A megyében élő és alkotó művészeknek biztosít megjelenési lehetőséget a tárlat, amelyen idén főleg a festészet és a grafika dominált. Mindenképpen jó az, hogyha olyan megjelenési lehetőségeik vannak a művészeknek, főleg ugye az amatőr művészeknek, akik talán kevésbé jutnak ilyen transzparenciához, amelyel valóban meg tudják mutatni a tudásukat, a műveiket, alkotásaikat a nagy közönség számára, és ezért nagyon fontos az, hogy a megye legnagyobb intézménye, a Józsa András Múzeum ebben segítséget nyújt, és Nyíregyháza megyei jogváros és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is igyekszik támogatni ezt a sok-sok éven tartó, azt hiszem, hogy nagyon, nagyon jó kezdeményezés, és amelyre méltán lehetünk büszkék. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat Arany Ázdit a grafikus művész pályaművét díjazta, Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata pedig Horváth János festőművész munkáit, az ő elismerését felesége vette át. Nagyon sok dokumentumot néztem át, és igazából abból indultam ki, hogy a komplexitása, hogy maga az először ugye a forradalom is gondolatokkal, majd szavakkal, majd tettekkel teljesítette ki önmagát, és gyakorlatilag a munkában én is ezt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy magán a textilen először szavak jelennek meg, a szavakon belül hímzések, a hímzésekre szőttes kerül, majd az egész egy erős fémvázra, egy lépcsőre lett így felrögzítve. A tárlat a Józsa András Múzeum első emeletén október végéig várja a látogatókat.